meccset annyit megállapítottunk, illetve én, hogy te nagyjából meg lehetél vele elégedve, mert igazán nem veszekedtél a lányokkal ma. Jól láttam? Szia Gyula, bár én is köszöntöm a nézőt, én soha nem szoktam veszekedni a lányokkal. Ez csak valami rágalom lehet. Nincs ez nálam előre eldöntve, tehát nem feltétlenül a legrosszabb teljesítménynél veszekszem, vagy perelek velük a legtöbbet. Igazából ez érzésből jön, hogy mikor mennyire, ezt nehéz eltalálni. Tehát szerintem ezért nehéz mondjuk az edzőséget megtanulni, mert vagy ráérzel, hogy így is sokat hibázik az ember, én rengetegszer nem találom el, mert nem látsz bele a fejükbe. De ma nem éreztem igazából azt, hogy nagyon esetleg kiabálni kéne jobban, vagy egyébként általában inkább el szoktam magyarázni, hogy mit kellett volna másképp csinálni. Ezt a témát védjük át, ezt ilyen fiszex lányoknak, mert valamikor beszéltünk arról, hogy te még akkor is mondod a lányoknak, mikor körülnek, hogy ott másképp kellett volna lőni, mert nem abban az... De ezt most hagyjuk. Ami miatt szeretnék én veled most beszélni, az a UVS-ének egy nagyon érdekes dolga, a paralel a fiú, a férfi szakosztály, lány szakosztály között. A fiúval annyi, hogy valamikor ők a kiesés szélén táncoltak, és akkor jött Benedek Tibor, nevét soha ne felejtsük el, aki csinált egy körépcsapatot. Ugye a fiúknál ez történt, és most körülbelül itt jár. Lehet, hogy tévedek, és akkor igazítsák ki. A BVSZ-nél, a UVS-nél az történt, ha jól tudom, a 2014-15-ös évek környékén, amikor a középcsapat volt a UVS-en, és akkor Ács Berci, aki nagyon-nagyon kedves barátom szint, és nagyon jóban vagyunk, de megmondom őszintén, hogy most neki is szól, soha még nem tudtam a kamerájáról csalni, de gyakorlatilag valahogy azt hiszem, hogy ön nevéhez fűződik az, hogy egy pillanatban a másikban egy ilyen csapatot csinált, és te akkor még nem, de utána már ennél a csapatnál is voltál, mert ott a fiúnál voltál. És utána te átvetted ezt a csapatot, és azóta ugyanazt a sikersorolatot járja. Én arra vagyok kíváncsi, hogy erre az időre te hogy emlékszel? Hát nagyon kellemes emlékekkel. Először is ugye, akkor nem visszafele mennék kronológiailag, ugye amikor a Tibor átvette a felnőtt csapatot, akkor ugye úgy nézett ki, hogy ott egy nagyon-nagyon tehetséges egymás utáni több generáció jött, ugye a 2000-es, 2001-es, 2-es, 3-as játékosok, és abból kialakult egy nagyon-nagyon jó csapat, és ugye annak sikerült nagyon jól szerepelnie, ugye sajnos az ismert okok miatt ez ugye nem tudott folytatódni, de ettől függetlenül az egyik legnagyobb élmény, hogy számunkra is, hát sose felejtjük, amíg a Tibor itt volt, és egyébként ezt lehet kevesen tudják, de női meccsen is ült a kispadon, bajnoki döntőn is jött velük BL meccsre is, és tényleg rengeteget adott és tett hozzá. Az, hogy a fiúk esetleg hogy szerepelnek ott, azért azt nagyon fontos látni, hogy őket rendszeresen, hogy mondjam, szép szóval elviszik a játékosokat különböző klubok, most már ugye ez egészen fiatal, akár 14 éves kor körül is megtörténik, és ugye nagyon nehéz dolga van például a Dr. Vince Balázsnak, mert azért ha minden évben elvisznek 3-4-et, azért mi se vagyunk egy játékos gyár, se a jó, se a rossz értelemben, tehát ezt nagyon nehéz tartani. Ugye a női szakágat nem csak hogy a felnőtt csapatot, tehát gyakorlatilag a Berci építette föl, talán egy évre rá onnantól, hogy megalakult. Nekem egy nagyon nagy megtiszteltetés volt, ugye én először 3 évig dolgoztam, akkor még vezető pozícióban is voltam a Berci mellett, mint technikai, hát nem vezető, de technikai feladatokat ellátó személy, segítettem neki különböző speciális edzésekbe, és nagyon-nagyon élveztem, és tényleg nagyon sok olyan tapasztalatot adott, tényleg olyan játékosokat látni, egy olyan megközelítést, ahogy a Berci csinálja ezt, az a rengeteg taktikai variáció, az edzések felépítése, én rengeteget tanultam. Én nagyon-nagyon szerettem a fiúknál is dolgozni, tényleg nagyon jó csapataim voltak, tehát most van hány országos bajnokságot nyertek a srácok, 10-et volt, tényleg ifis, erdőlő gyerek minden szinten, és a mai napig nagyon jó viszonyban vagyok a régi játékosaimmal, időnként találkozunk, összejárunk. Ennek nem is ellenére, de emellett mégis azt mondom, hogy az egyik interjúban már mondtam, hogy velem a legjobb dolog, ami az egyik legjobb, az biztos, ami az edzői pályám alatt történt, hogy a Berci felkért, felajánlotta, megkért, hogy nem venném át a női csapatot, most már nem is tudom, 6 évvel ezelőtt.
Tehát ez nekem, aki ezt nem érzi, annak nehéz elmondani, hogy ez mekkora megtiszteltetés, amikor tényleg ezt ő fölépítette. Az utolsó évben nyertük, ha jól emlékszem, a Len kupát, megnyertük a bajnokságot. És ugye ez a fajta bizalom, amellett, hogy a Bence a legjobb barátom, nekem nagyon-nagyon jól esett, és nemhogy nem vágtam meg, hanem mondtam az előbb, hogy ez nekem mennyire fontos. Tényleg a játékosokkal dolgozhattam, és dolgozhatok, és BL csapat, és ugye jöttek az utánpótlás válogatottak is, hogy egy óriási élmény, és tényleg én mindenkinek azt tudom mondani, hogyha felkérik női szakákba dolgozni, hogy ne nagyon gondolkozzon, és ne higgye azt, ami már szerintem már legalább 10 éve nem igaz, hogy van a vízilabda, meg a női vízilabda. Tehát a női vízilabda, hát szerintem, ha ad legyek elfogó, de akkor is azt mondom finoman, hogy azért felért a szintre, és itt nem szabad azt elvárni a női vízilabdásoktól, hogy úgy játszanak, mint a fiúk. Mint ahogy, ha jól tudom, a női kézilabdások se játszanak úgy, a női labdarúgók se, a női, tehát egész egyszerűen, ha én nem azt látom, mint egy férfias, meg nőies vízilabda, hát ha valaki 20 kilóval nehezebb, a férfi izom azért az más, mint a női, 20 centivel magasabb, és itt hát az nyilván ugyanazt a játékot magasabb sebességgel, agresszívit, dinamikit tudja csinálni. A másik, hogy azért nagyon érdekes lenne egy férfi meccset megnézni ezekbe a dresszekbe, tehát azért az jelentősen gátolja itt a játékosok mozgását, és félreértés ne essék, nagyon elismerem a vízilabdát, a férfi vízilabdát, és tényleg jó nézni, hogy micsoda varázslatos dolgokat tudnak csinálni, de én azt azért időnként zokon veszem, hogy próbálnak egyesek olyan úgy tekinteni a nőire, hogy ilyen föntről lefelé, tehát lezárjam ezt a nagyon hosszú monológot, nagyon jó szívvel emlékszem erre, és nagyon remélem, hogy még sok van ebben. A fiúk közül te említetted, hogy gyerekekkel is foglalkozhatod, utánpótlásra is foglalkoztál. Na most az UVS évek kinevelődött, az volt a már több világbajnok. De az azt hiszem, hogy neked is volt között, ha jól tudom, vagy hát gondolom a Vigváriaikra, és aztán olyan nevekre, mint a Daladöme, a Baksa Benedek, hát olyan nevek voltak abban az úgynevezett 2000-es korosztályban, én így nevezem, amihez azért gondolom, te neked is között volt. Jól emlékszem én erre? Jó. Nem, téged akkor a kosárul, de igen. Jó, illetve hát annak a korosztálynak ahhoz azért volt köze a kis Józsefnek és a Németh Zsoltnak, a Dávid Zolinak. Tehát azért remélem nem hagytam ki senkit Isten mencs. Tehát és szerintem a Tibor ugyanezt mondaná, hogy időnként a média persze szereti azt mondani, hogy ezek a játék, vagy ez a játékos az ő neveltje, én erre mindig úgy tekintek, hogy ez mindig egy csapatmunka. És például ebben egyébként a szülőket soha nem lehetne kihagyni, mert óriási szerepük van ebben, de igen, ők is több edző alatt, köztük az én kezeim alatt is dolgoztak, tényleg nagyon sok szép élményem van a felsoroltakkal is, de hát mondhatnám a korábbi csapatokból is, például a Szedmajer Tomit, most próbálok olyanokat mondani, akik ugye a felnőttben vannak, a Nagy Ádámot, a Vadovics Viktor, tehát remélem nem hagyok ki senkit, vagy ugye akik itt az UVS felnőtt csapatban egyfajta legendák lettek, a Szentesi Ádámot, a Konyényi Balut, tehát a teljesség igénye nélkül mondtam, mert ha valamelyik volt játékosan nézi, akkor én tényleg mindannyiukra nagyon-nagyon jó szívvel emlékszem, mert nagyon szerencsés voltam, szenzációs csapataim voltak, tehát mondtad, hogy dolgoztam velük, én ha jól számolom, 17 évig voltam körülbelül fiú edző és utánpótlásban. Talán egy meccsen helyettesítettem, akkor talán eltörte a karját a Zsolt valamilyen ok miatt a Németh Zsoltot OB1-be, vagy két meccsen. Egyébként én csak, ugye játszottunk másodosztály OB1-BD-n, csak kis erdülő gyerek, és a még kisebbek között, és én egyébként minden edzőnek javasolnám, hogy dolgozzon a 10 évesektől egészen a 18-ig bezárólag, mert nekem óriási tapasztalatok voltak. Például a mostani egyik stábtagunk, a Csicsáki Vince, ha megnézzük, nagyjából 9 évet van egy gyermektől felnőttig eljutó játékos az utánpótlásból, 6 évig volt a játékosom. Hát az egyik ilyen szempontból is kedves neveltem, úgyhogy érdemes egyébként egy edzőnek végigmenni tényleg minden korosztályon. Egy pillanatra még visszatérve a Ács Merciden, meg a te kapcsolatodban. Soha nem fogom elfelejteni. Itt volt egy női döntő, egy OB1-es döntő, ott álltatok, hogy tatt volna alatt, és bekaptátok az érmeket. És te a nyakadban lévő aranyérmet áttetted az Ács Mercinek a nyakára. Ez valami olyan szenzációs jelenet volt, és ez egy másik dolog, hogy hadd legyek én egy kicsit önző, egy ilyen szóval pillanatot elkaptam. Ez valami olyan
sokat mondó pillanat volt, hogy ugye te is említetted, hogy ilyen kapcsolatotok van. Zárjuk le most ezt a témát. A eddigi pályafutásotok alatt, mind a kettőnek gondolod, de most rólad. Melyik, hány olyan játékos van, aki már a világbajnokságig jutott el, vagy legalábbis ennek a közelében, vagy a várhatóan az olimpia közében, tehát hány ilyen játékosok van az UVS-nek női játékos, aki ilyen magasságokban lépett? Ezt összeszámolhatna egyáltalán? Na, hogy az Natasa itt ült, az egy dolog. És azt is tudom, hogy a te fedezted fölve rábólintott, de van, nem van ez volt kapcsolat, de rengeteg lányban is én annyira érdekes, mert a lányokat nem vettem figyelembe, mint hogy tudom, hogy hány fiú van, aki majd az olimpiára kimegy, és hányan világbajnokok már. Nagyon sok mindent kérdeztél. Hát igen. Köszönöm a Natasa bólogatót, de azért nem én fedeztem őt föl, hát azért már csak a fizikai paraméterek miatt is, akinek szeme van, az azért látta, hogy, hogy ő ugye milyen. Nekem abban volt szerepem, hogy akkor az adott egyesületi pozíciómban fakadóan nekem kellett vele tárgyalni, nekem kellett fölhívni, beszélni vele, hogy igazoljon ide. Az egy más kérdés, hogy nyilván ezt nagyon szívesen tettem, mert hát láttam benne azt a potenciált, amit azért azóta tényleg úgy azért ki is aknáz, bár nekem az a véleményem, ezt ő tudja, hogy még mindig sokkal több van benne, de hát azért az túlzás, hogy én fedeztem föl, meg hát őt nem kellett fölfedezni. Aki nem látta őt, az lehet, hogy vak, tehát ez így nézett ki. Hát én nem tudnám összeszámolni, és ugye hát ne hagyjuk ki az előző olimpián szerepelt csapatot sem, mert hát például kezdte Rita, hát itt volt gyerekkorától kezdve, a Berci kezei alatt. Tehát tényleg az a szerencsés helyzet van, hogy hát én most itt nem mernék számokat mondani, meg neveket se felsorolni, inkább hadd válaszoljak úgy, hogy nagyon bízom benne, hogy azért ma is volt több olyan játékos a vízbe, akiben azért még majd látnak potenciált. A mostani olimpiára, nyilván én elfogult vagyok velük, én az összeset elvinném, de a kicsit viccet félretéve a jövőben azért hadd legyen ennyi szakmai véleményem, hogy azért itt jó néhány olyan játékos van, akinek nagyon komoly szerepet kell betölteni, és független az ilyen butaságoktól, mert talán ha megengedsz ennyi kitérőt, az Eindhoveni EB alatt hallottam a tévében, már leestem a kanapéről, amikor a spanyol arany generációról értekeztek. Na most, ha jól emlékszem, akkor most ugye az 20-as VB-t is a magyarok nyerték. Tavaly ugye a másodikok lettünk ugye 22 nyarán ebben a korosztályban, mert egy góllal kikaptunk a spanyol arany generációtól. Hát a 2006-os csapatunkat nem mondom, mert az összes világversenyt megnyerte eddig. Tehát nekem azért az a véleményem, hogy egy kicsit el lehetne kezdeni értékelni a mondjuk, én nem akarok más érákról beszélni, de mondjuk azért, amit az elmúlt 4 évben letett a női utánpótlás válogatottak, ez kicsit magyartalan, ugye a Bíros Péter szövetség kapitány vezetésével, az azért tényleg egyedülálló, és ezt nagyon sokan nem tudják. Tehát azért itt 9 világverseny volt, ugye 3 nyarat ölel fel, 4 évet mondtam, mert ugye a Covid miatt kimaradt egy nyár, de itt a 9 világverseny alatt 9 érmet szereztek a női utánpótlás válogatottak. Ezekben azért meghatározó szerepe volt az UVS-eseknek, és csak hogy esetleg akik megnézik, azok ezt el tudják helyezni, mert sajnos erről kevesebb szó esik valamiért a médiába, hogy például a hollandok 2-ször jutottak be 4-be. Ez adta 9 világverseny alatt, egy darab bronzérmük van, és se a spanyol, se a görög egyik, az olaszok közelébe se, ők még érmet se szereztek emlékeim szerint, tehát itt azért nagyon-nagyon komoly női utánpótlás nevelés folyik a klubokba, ezt szeretném duplán, triplán aláhúzni és kiemelni, aminek le tudja aratni a gyümölcsét, vagy a válogatott szempontból az érmeit az utánpótlás válogatottnak. És én tényleg gratulálok mindenkinek, aki ebbe a női szakákba dolgozik, mert sajnos még egyszer mondom, valamiért ez egy kicsit, nem tudom, nem kap akkora hírverést, vagy keresem a szót hirtelen, akkor a nyilvánosságot, bocsánat, de tehát azért itt a spanyoloknál, amerikaiaknál röpködtek az 5.-6. helyek, míg a 9 eseményen a magyar válogatott mindig érmet szerzett. És aki nem értékeli, be is fejezem ezt a monológot, mondjuk egy bronzéremnek a, mert nagyon csúnya dolgokat kaptak például az U15-ösök is idén nyáron, egy-két magát hozzáértőnek gondoló, szerintem inkább orvosi esetet képező személytől, hogy aki látta volna, hogy az U20-as VB-n a hollandok hogy örültek egy bronzéremnek, ami az első érmük volt, ha az emlékeim nem csalnak az elmúlt 3 évben, akkor azért tudná, hogy micsoda értéke van egy bronzéremnek. És én nagyon gratulálok az összes, természetesen nem csak az UVS-es játékosnak, és hadd húzzam alá, hogy a kluboknak. Mert itt
több klub adja össze ezeket, rengeteg áldozatot hoznak az edzők, a klubvezetők, elsősorban lányok természetesen, de én csak gratulálni tudok, és szép jövő várhat a női felnőtt válogatottra is. Még szebb, nem mintha ez nem lenne szép. Utoljára már beszélheti még holnap reggel, ismerjük egymást, ugye? Bocsánat, ha hosszan válaszoltam. De nem, Isten őrni. Egyrészt gondolom, hogy fáradt vagy, általában azért nem volt semmi, azért van egy, azért szoktunk beszélgetni olyan elég személyes dolgokról, és ha megérsz egy személyes dolgot, azért még hadd tegyek fel. De, és ennek az az alapja, hogy amikor egész mostanáig beszéltük, az UVS mindig meghatározó szerepet volt a női szakágban. Adta a válogatottnak, bontotta a válogatottnak a játékosait, és ennek ebben a szituációban még egyszer mondom, hogy az Ázsbert is a te szerepet, az még egyszer nem a kasárolás miatt mondom, hanem csak egy felvezetőtem, hogy a kérdésemhez fel sem merült, vagy hogy a szövetségi kapitány címet megpályázott? Én valamikor meg is kérdeztem tőle, nem voltál választ, emlékszem, e-mailben küldtem neked, mikor erről volt szó, hogy ha válasz a kérdés, te válaszolj rá, mert plusz személyes, hogy egyáltalán nem merült fel ez a kérdés, függetlenül, hogy a mostani lehető edzőnek a tekintélyét és a hatályt senki sem vitatja. Ezt nagyon sokan kérdezték, nem te vagy az első. Igen? Nem volt pályázat, legalábbis én nem tudok róla. Az elnökség vagy az elnök úr kért föl, beszélt, gondolom én, edzőkkel. Természetesen én erre mindig azt mondom, hogy ha a magyar válogatott hív bármilyen pozícióba, bárkit ebbe az országba, annak mennie kell. Tehát itt nincs kérdés, tehát a magyar válogatott az mindig az első kell, hogy legyen, úgyhogy ez nyilván nem lehet kérdés. Mi, ahogy az elmúlt most már több mint egy évtizedben is, mi mindig mindent meg fogunk tenni az aktuális szövetségi kapitány és a válogatott segítségére. Ez mindig is így volt, most is így van, ez nem is lesz másképp. Természetes, hogyha arra vonatkozott a kérdésed, úgy érzem, hogy szeretnék-e lenni, én erre mindig azt mondom, hogy az az edző, aki nem szeretne lenni, az lehet, hogy el kéne gondolkodnia, hogy minek edzősködik, de természetesen, hogy egyrészt nagyon drukkolunk a válogatottnak, bármi segítséget tudunk, segítjük a kapitányok, a stáb, illetve a lányok munkáját, a többi pedig nem a jelen esetben az én kompetenciám, természetesen, hogyha kiírnak pályázatot, vagy lesz olyan, az megint egy más helyzet lesz. És az előbb nem válaszoltam rá, amit kérdeztél, tehát itt a Bercivel kapcsolatban, hogy tényleg nehéz elmondani, nem akarok túl mélyre menni, meg személyes dolgokat elmondani, de nekem ő a legjobb barátom, és gyakorlatilag nem véletlenül. Én azért nem vagyok egy könnyű ember, ezt szerintem már láttad. Nem gondolom, hogy nagyon nehéz lennék, de azért vannak határozott elképzeléseim, és ő azért ezt elég jól tudja kezelni, meg sokszor, nagyon sokszor védett meg engem olyan hatásokkal szemben, amik lehet, hogy nem lettek volna igazságosak, de mégis nagyon veszélyesek tudtak volna lenni, hiszen nem mindenki érti azt, hogy én mit miért csinálok, ő nagyon érti, és pontosan tudja, hogy soha nem a gonoszság, vagy a saját egyéni anyagi érdek vezérel, vagy hogy nekem több legyen, vagy szebb, vagy nagyobb, vagy nem tudom milyen anyagi dolog, hanem a csapatomnak szeretnék jót, és talán az egyik, bár nem mindig jó leső tulajdonság, amit nagyon szeretek benne, hogy nem azt mondja, amit hallani akarnék, hanem amit ő gondol, és szerintem, amire utaltam, hogy mekkora bizalom volt, hogy utána vegyem át a női csapatot, én ezt már mondtam nagyon régen interjúban, hogy én a világ leghülyebb edzője lettem volna, ha nem hallgatnék rá. És hogyha őt kérdeznéd, szerintem ő is azt mondaná, hogy mi ezt együtt csináltuk akkor is, és én is most azt mondom, hogy ez egy nem egy lózunk, tehát amit a Berci dolgozik ebbe a csapatba, még akkor is, ha nem ő áll a idézőjelben a reflektorfényben, mert ezt azért nem szereti, tehát ezért nem leptél meg, hogy nem ült még a kamera elé, amellett, hogy tudom, hogy milyen elismeréssel tekint rád és a munkásságodra, de ez tényleg így működik, tehát ha ő nem csinálná azt, amit, és tényleg itt, én erre mindig azt szoktam, hogy ő ennek az UVS-en női szakágnak a lelke. Tehát ő adja a mintát, hát nem, hogy nála többet itt nem dolgozik a női szakágban senki, de lehet, hogy a feléig se jutnánk el, egyikünk se. Tehát ahogy ezt fölépítette, ahogy ezt tényleg mint a legkedvesebb virágát az ember, vagy gyerekét, vagy úgy kezeli. Tehát az, hogy nekem például ma két 13 évesnek mondtam őket, persze tudom, hogy nem annyi, meg 2008-as születések, de hogy sérülések, betegség esetén ilyen játékosokat tudunk bevetni, gondolkodás nélkül, és láthattad, hogy nem keveset játszottak,
az azoknak az edzőknek, természetesen a Bercivel az élén az érdeme, ugye az idei felállásban Csicsáki Vince és az Ábel Zoli, de hát itt volt ugye az Ipacs Barbara, volt itt ugye a Tóth Zoli, tehát rengeteg jó női utánpótlás edző volt itt, és elnézést, ha valakit kihagytam, az nem azért volt, mert nem ismerem el a munkáját, vagy például a Zsuzsi néni, aki a kicsikkel foglalkozik jelenleg. Tehát ez tényleg egy nagy csapatmunka, és senki ne gondolja, hogy ezt egy PR-ból mondom. A Berci most már pár éve vezetője is a női szakágnak, és tényleg az látszik szerintem bármilyen szervezeten, vagy munkahelyen, ha jó a vezetés. És szerintem ez látszik az UVS-én, és amellett, hogy ismerem az ő szerénységét, ezt akkor sem hagyom, hogy nem mondhassam ki, hogy igenis ennek ő a lelke. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy ide ültél megint a világ legnagyobb egyszemélyes tévéjének a kamerája elé, és elmondtad azokat a dolgokat, amik egyébként rendkívül érdekesek, és biztos vagyok benne, és azoknak az érdeklődését is majd el fogja nyelni. Még egyszer köszönöm, hogy itt voltál. Remélem, hogy lesz még alkalom, hogy még egyszer leüljünk, esetleg majd mondjuk az olimpia után. Nekem egy nagy célom volt, hogy oda kikerüljünk, de már nincs reális esélye. Mert most én mondom magamról, azért az egy nagy büszkeséggel tölt el, hogy például egy Vigvári, meg a többieket a gyerekkorunk volt, amíg én kísértem, és én azt hittem, hogy majd a Párizsban az olimpián fogom befejezni ezt a sort. Hát ennyit magamról, ha megengedett, hogy mert nem te vagy a kérdező, hanem a válaszoló. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és szóval nagyon sok sikert kívánok. Nagyon köszönöm, hogy itt lehettem, és szeretném, hogyha éreznéd, hogy nem azt sejtlózunk, hogy bármikor, akármikor, akárhova mondod, én megyek neked nyilatkozni, mert nagyon-nagyon fontos az a munka, amit évek, évtized óta csinálsz az egyszemélyes tévéddel, mert nekem az a véleményem, de persze ez csak az én véleményem, hogy a női szakág az különösen alul, hogy mondjam, ezt reprezentál, talán ez egy megfelelő szó a nyilvánosságban, és a női utánpótlás pedig még inkább, pedig ezek a lányok, és megint csak hadd vegyem ide a szüleiket, sokkal többet érdemelnek, mert rengeteget tesznek bele, úgyhogy nagyon köszönöm, hogy itt lehettem, és remélem még sokszor nyilatkozzatok neked. Köszi. Sziasztok!